Aztán a hatodik percben Szessik baloldalról középre teszi a labdát, Torgelle pedig gólt szerez, újabb gólt szerez, már a nyolcadikat a bajnokságban. Hermány elég rosszul futott ki, és Torgelle Sándor ezt kihasználta. Nem kellett tehát sokat várni a mérkőzésen az első gólra. Itt van a középre fejelt labda, Torgelle emelkedik, ezzel nála sohasincs gond, Hermány kifutásával annál inkább. 1-0-ra vezet tehát az MTK.